Három év kihagyás után újra tiszteletét tette a bátaszéki karatésoknál Nukina Nobuyuki mester, aki a vadokáj és a vadoriú stílust is oktatja. Hedzéseiben mind a tradicionális karate, mind a sportkarate modern módszerei fellehetők. Nagy Ákos, a bátaszékiesek karate szakosztályedzőjének véleménye szerint fontos, hogy a versenykaratét oktató szakemberek mellett a tanulóknak lehetőségük legyen a sporták hazájából származó mesterrel is találkozni, aki a harcművészet autentikus részét is megtaníthatja nekik. Azért különleges ez a mai nap, mert ismét ellátogatott hozzánk edzésre Nukina Nobuyuki japán mester, aki 10 éve instruktori szerepben szerepel a bátaszékiek tradíciós karate életébe. Ugye a versenykaratét azt megoldjuk más szakemberekkel, illetve a hazai klubokkal. Viszont magát a tradíciós karatét, az autentikus karatét, azt mindig a legjobb, hogyha olyan mesterektől tanuljuk, akik maguk is Japánban tanulták annak idején gyerekkorukban és fiatalkorukban, és Nukina mester egy ilyen alakja az európai karate életnek. Azt kell tudni róla, hogy kb. 15-20 évvel ezelőtt érkezett Európába. Ő gyerekként Japánban tanulta a karatét, majd a Nagoyai Egyetemen és a tanulmányai mellett az egyetemi csapatban karatézott, és versenyző is volt. Egy olyan fiatal japán generációs mestert kaptunk az ő személyébe, akivel nagyon hosszú távon tudunk tervezni. Tehát az Európában élő japán mesterek többsége azért már kiöregedőben van, 70 év fölött, és tényleg azt kell mondanom, hogy ebből a generációból szinte nincs is Európában élő mester, hanem ezeket a 40-50 év körüli japán mestereket úgy kell meghívni a másik kontinensről, és lám-lám, mi olyan szerencsések vagyunk, hogy itt él effektíve a közelünkbe. Nukina mester személyében egy olyan pozitív kisugárzású embert ismerhettek meg, aki jó hatással van mind a szellemi, mind a fizikális fejlődésre. A kapcsolatunk az egy véletlenek egybeesése volt. Pont szakítottunk emberi okokból egy másik hazai szövetséggel, és azon gondolkoztunk, hogy hogyan építsük fel a mi általunk megálmodott új csoportot. És pont Gyomendrődön voltunk egy edzőtáborban, és egy Ausztriában élő, de román származású ismerősöm hívott föl, hogy figyelj, itt van Bukarestben egy fiatal japán srác, aki nagyon szívesen felveszi veletek a kapcsolatot, hogyha ti meginvitáljátok Magyarországra, és próbáljátok együtt dolgozni. Hát gyakorlatilag így, hogy pont búsultunk, hogy mi lesz velünk, és akkor ilyen villámcsapásként ért bennünket pozitív értelemben ez a telefon, és hát egyből felvettük vele a kapcsolatot, ez 2012 nyarán volt, és novemberben már úgy hozta a sors, hogy itt Bátaszéken tartott egy edzést, megnézte a bátaszéki templomot, elvittük Borkostolóra, és egyből bátaszékivé avattuk mindenféle értelembe, és a bátaszéki karatékák is barát és abszolút pozitív habitussal álltak az ő személyhez. Egyébként olyan habitussal, amilyen ő maga, egy nagyon pozitív kisugárzású ember, akivel a karatén kívül is nagyon jó beszélgetni, és nagyon, hogy mondjam, egy ilyen pozitív atmoszféra lengi körül az embert, amikor az ő társaságában van. És gyakorlatilag ez 2012-ben a véletlenek egybeesése révén kezdődött, és azóta tart. Without wasting our form. Yeah, that means tamak. Hogy ezt tartod, akkor tartani tudod a formát is, és közvetíteni az energiát. Kaszás Maja, az egyesület egyik legsikeresebb versenyzője, a mesteredzésén vehette át a feketővet tanúsító oklevelet. Azt mondja, a Bátaszéki Egyesület tagjai olyan, mint egy nagy család, melyben a kicsitől a nagyokig mindenki bizalommal fordulhat a másikhoz. Én 2006 óta karatézom, nem számoljuk már mióta, most már ott tartunk lassan. Én mindig egy ilyen harcias kislány voltam inkább, és hát Bátaszéken adott volt, mint küzdősport a karate, így egyértelmű volt, hogy én ezt ki fogom próbálni, és hát az első perctől szerelem volt, ha ezt így lehet mondani, és azóta gyakorlatilag töretlenül űzöm ezt a sportágat.
nagyon sokat versenyeztem, most kicsit pihentetem a versenyzést. Hát az utóbbi legnagyobb siker, amit magamévá tudhatok, az az, hogy megszereztem a fekete övet tavaly nyáron. Ez szerintem úgy lehet a legjobban itt egy sport közben, hogy rendesen dolgozol, rendesen figyelsz, és ha ezt a szellemiséget átragasztod a kicsikre, ezt átveszik egyből. A mester látogatásának köszönhetően egy jó hangulatú edzésnek lehettek részesei a bátaszékiesek karatésai, ahol betekinthettek a tradicionális japán vadó stílus mozdulataiba is.